állomásom arra, hogy hivatalosan bejelentsem a választás eredményét. A párt elnöke, aki egyben az országos elnökség elnöke is, Horn Gyula. Vezetőtestületeit illeti, jobbnak tartom az előzőnél. Kiegyensúlyozottabb lesz, tudnék, az volt a véleményem, hogy mint ahogy az államéletben ki kell építeni a hatalmi ágak között az egyensúlyokat és ellensúlyokat, egy demokratikus párt vezetőtestületei és személyiségei között is egyfajta egyensúlyokat, ellensúlyokat kell kiépíteni. Számot kell vetnünk mindazon, ami előnk az országgal történt, és meg kell vonnunk a tanulságokat. Hogy az előttünk álló két esztendőben új irányokat fogalmazunk meg az ország talpraállásához és a nemzet felemelkedéséhez. A gazdasági és a szociális gondok enyhítésére a következő felhívással fordulunk az ország közéleményéhez. A szocialisták szerint a gazdaság hanyatlása fokozatosan megállítható és a létbiztonság újra megteremthető, de nem úgy, ahogy a kormány az elmúlt két év során tette és napjainkban hirdette. Kezdődjenek tárgyalások a parlamenti pártokkal, valamint a munkavállalók és a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei között. Tisztelt kongresszus! Ezzel a mostani szegedi kongresszussal szándékaink szerint lezárva majd a szocialista párt történetének egy nagy szakaszot, a magára találás időszakot. Olyan pártra váltunk, amelynek tagjai megértették a múltat, vállalják a jelenet, és formálják a jövőt. Olyan kérdésekről kell beszélnem, amelyben úgy látszik, nincsen a pártban teljes egyetértés. Ilyen kérdés az, hogy a többi politikai párttal pártól egyforma távolságban vagyunk-e, avagy valamelyikhez közelebb állunk-e. Hogy tehát oly mértékben vagyunk harmadik elő, hogy egyaránt Makó a Jeruzsálemtől, vagy Makó a Szegedtől áll hozzánk a kormánypártok és a liberális pártok, vagy valamelyikhez közelebb tudunk állni. Én azt hiszem, köztudott, azon a véleményen vagyok, hogy nem vagyunk egyenlő távolságban. Ezt annak ellenére kénytelen vagyok itt elmondani, hogy az utóbbi időben a párt más vezetői, mint Szűrös Mátyás, mint Horn Gyula elmondták, hogy ők az egyenlő távolság mellett vannak. A kérdés az, hogy hol húzódik ma a törésvonal a magyar társadalmon belül. Vajon a gazdasági kérdésekben a törésvonal ugyanolyan erőse a liberálisok és a szocialisták között, mint amilyen a politikai kérdésekben a szocialisták és a keresztény nemzeti irányzat között? Az én véleményem szerint nem azonos értékű, nem azonos súlyú törésvonalak ezek, és én a vitán nyilván nézete mellett vagyok. Az Iványnyal teljesen egyetértek, úgy gondolom azonban, hogy egyben a vitányi téved. Ez pedig az, hogy a
szocialista párt és a liberálisok között együttműködés csak akkor lesz, hogyha 1994-ben a szocialista párt minimum 50 képviselői helyen fog rendelkezni. Egészen egyszerűen azért, mert ha nem lesz erről a szocialista párt, akkor az SZDSZ-el nem lesz mit tárgyalni. Ez ugyanis nem szimpátia kérdése, az, hogy az Ivánnak sokkal szimpatikusabb, nekem is egyébként az SZDSZ és a Fidesz százszor szimpatikusabb, mint a jelenlegi kormánykoalíció pártjai, ez egy dolog. De ha nekünk nem lesz mögöttünk, nem fog állni képviselők, akkor nem tudom, miről fogunk tárgyalni. Ha mondjuk koalíciót kötnénk az SZDSZ-el és a Fidesz-el, az ő választópolgáraik követnék-e pártjukat, tehát hogy most a szocialista jelöltre szavazzon? Fel kell tehát dolgozni a pártviszonyát az elmúlt 70 év történetéhez, hogy mit is értünk a haladással. Azért is, hogy ne lehessen a ma hatalmát a múlt átértelmezésével törvényesíteni. Jó nekünk, mert fel tudtuk dolgozni a múltat. Az a 2 év vagy 3 év, ami a Magyar Szocialista Pártban elve. A pártok a tagságában nem kis nehézségek, nem kis kínok, nem kis gyötrődések, nem kis gyűlődések áll rám. Végül is azt hiszem, a párt tagságának mondhatom egészében feldolgoztatva azt, ami Magyarországon történt, el tudtunk fordulni a múltnak a bűneitől és hibáitól, a jövő felé tudunk fordulni, szociáldemokrata párt lett. Egyáltalán nem foglalkozunk a marxizmus-leninizmussal. Mi a magyar valóság elemzése alapján alakítjuk ki a gondolatainkat, elképzeléseinket és programunkat is. Vannak még itten teendők kétségtelenül, de nem szabad, hogy türelmetlenek legyünk. Most a szocialista párt előrelépett, erősödőben van, és komoly tényező lesz a következő választásokon.